Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és folytatjuk tovább a, hát a heti fajlatos rewardok átvételét. Ugye egy futíz játékos muszát már átvettük, most ugye kaptunk egy ilyen Arias-t Ugye Ariasnak volt annó egy futmaszkátyja kártyája, nekünk egyébként meg is van, annó megcsináltam, de nem sokat használtam, de valószínűleg sokan használták ezt az Arias-t, hiszen azért kerültet be ide a heti faldatok közé. Assist using Laliga, Santander Defender, hát ugye gópaszt kell adni, spanyol ligás védőjátékossal négy győztes... Ugye győztes? Nem, nem kell győzni. Ugyanúgy, mint a Muszánál, itt se kell megnyerni a mérkőzés, de ugye Rivals, négy különálló Rivals meccsen kell adni spanyol ligás védővel golpaszt Na hát nem tudtam ez a dolog, hogy működött nálunk. Így nézett ki a csapat alapban, hiszen ugye be kellett tenni a muszához azt a két szaudarábiai ligás játékost, és akkor összekukáztam gyakorlatilag az összes védőnket, ugye, a La Ligából. kb. így ki a csapat, mindjárt megmutatom. Szóval így nézett ki a csapat srácok, és akkor ugye megpróbáltam a két uh, Szaudarábiai ligásnak uh, ezekkel a La Liga Defender játék, La Liga védő játékosokkal gólpaszt adni, általában ment is, úgyhogy nagyon hamar meglett egyébként ez a második futiz játékos is, ez az Arias, úgyhogy most át is fogjuk venni, és megnézzük, hogy milyen statjai vannak. egész egy láb magas, hát nagyon gyors hát lehetne egy picit jobb fizikálisan defending az azért rendben van 90-es, és 80-es, hát egy, -egy 90-es játékos stamina 99 ugrás, tehát a jumping 94, agresszió 91, defending értékei az jók, jó, szerintem a dribbling is egész jó, reakció 94, agility 93, kompózőr 91, ki lehet vele hozni a labdát, mert a short pass 91, jó, a beadásai 91, helyezkedés 92, ugye befejezni, ezt nem nagyon tud meg lőni se, de egész gyors, ami ugye egy chemistry szájkártya, vagy gyakorlatilag majdnem 99-es pésze lesz. Nem rossz kártyasrácok, srácok, La Liga csapatba, csak ajánlani tudom. Illetve egyébként ezt a fitkót lehet linkelni. Szerintem ezzel a Sánchez-zel Tehát végül is össze is hozhattok egy ilyen hibridet, egy ilyen hibrid kolumbiait, ugye eszem kolumbiai mind a kettő, nem akarok hülyeséget mondani. De össze is lehet hozni ezzel a sánchez és hogy már ez elég brutális védelme, hogy Sánchez, meg ez az Arias, ez nem egy rossz párosítás szerintem. Na! Ha tetszett a videó, akkor dobjál rá egy like-ot! csipi voltam, szevasztok!